Modulátorok. Korszakváltó fiatal zenészek a jazz és pop határán. Modulátorok. Podcast sorozat a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló könnyű zene támogató program támogatásával. A mikrofonnál Kovács Nagyember László. Sziasztok, köszöntök mindenkit a Modulátorok legújabb epizódjában, amelynek vendége Kardos Norbert. Szia! Sziasztok! Norbizhatlak? Persze. Jól van, köszönöm szépen. Billentyűsként apostrofálnálak téged, remélem sok minden kiderül még, de hát a kedves hallgatóink jól tudják, hogy van egy állandó tematikánk, ezért veled is mondjuk így a nulláról kezdjük. A kezdő kérdésem eddig mindenkihez, aki itt járt a Modulátorokban, az volt, hogy te vajon egy zenész család sarja vagy, vagy hogyha lesz családod, akkor majd te leszed az, aki megalapítasz egy zenész familiát. Hát félig meddig. A szüleim ugye nem voltak zenészek, vagy nem zenészek. Van két húgom, ők se. Igazából ilyen nagyapai ágról örökölhettem, meg a két nagybátyám volt zenész, az egyik most is így műveli vendéglátóiparban. Tőle, amúgy ő billentyűs, tehát zongorista. Tőle tanultam ilyen 3-4 évesen, vagy 5 évesen ilyen kis dalokat. Igazából ő mozított el efelé. De azért tanultál tőle, mert te akartál, vagy ő leültetett, hogy Norbi, ülj csak ide mellé, mutatok neked valamit? Igazából én nagyon sokat voltam kisgyerekkoromban a nagyszüleimnél, mert a szüleim ugye dolgoztak, és hát ott éjjel-nappal zene szólt. Tehát, na de milyen zene szólt, arra emlékszel? Rádió, vagy hallgattak lemezeket? Ja, nem, ilyesmit. Tehát, hogy ugye én egy roma családban nőttem föl, és hát tehát ilyen roma zenék szóltak. A nagyapám, nagyapám ugye hegedült, a nagybátyám ugye leült, akkor kísérte, és akkor tehát ilyen tradicionális zenéről van szó igazából. De tehát, az jó alap? Mert ugye manapság van egy ilyen nagyon elfajzott irányzat ennek a mulatós, ami 3 akkordból áll 130 BPM-en, de annak valahol a mély gyökere mégiscsak a klasszikus cigányzene, tehát hogy arra akkor ezek szerint lehet jól építkezni, mert te is popba, jazzbe otthon vagy, és ott kezdted ezek szerint. Abszolút, abszolút. Igen. Hát én nem mentem el ugye ebbe az irányba. Igazából úgy kezdődött az egész, hogy a szüleim látták, hogy érdekel a zongora maga, és hát beírtak egy zenéiskolába. Tehát ez volt szerintem, ami ez egy fontos lépés. Igen, ami így kimozdított ebből a világból, és hát klasszikus zongorát ugye tanultam 12 évig. Hát azt meg gombózból se kevés, hogy még egy közhelyet ide hozzak, és megkockáztatok egy olyan mondatot, ami talán ebben a PC világban nem kedvel, de én úgy gondolom, hogy valamiért, ahogy Amerikában például a négerek, mert mi úgy hívjuk őket, a feketék és a fekazene, amiért ott keresztre feszítenének, de ez az, hogy bennük van valami nagyon sokukban a muzikalitásból, az szerintem a romákban ugyanígy megvan. Tehát az alapmuzikalitásban ti szinte megszületésetek után olyan ritmus érzéketek van a legtöbbeteknek, aki főleg, akinek még a családjában volt muzsikus, hogy azzal nehéz felvenni a versenyt, tehát így akkor az alap majdnem, hogy könnyebb, amire építkezel, de mégis a klasszikus zongorát kezdted el tanulni, akkor nem maradtál a cigányzene környékén? Nem. Valamiért nem. Nem is. Tehát, hogy szeretem, meg ugye, hát ez hozzám tartozik. Nyilván. Ez is. De nem terveztem soha, hogy most én abban a világban bármit is kezdenék. Elkezdtem ugye klasszikus zongorát tanulni, és tehát egy teljesen más világba csöppentem ezáltal, tehát ugye klasszikus cigánynegyed, vagy hogy mondjam, cigánytelepről egy másik világba, és szerintem ez volt az a dolog, ami így teljesen úgymond megváltoztatta az életemet, tehát hogy fel tudtam zárkózni egy kicsit. Ez általános iskola, ez a zeneiskola, amiről beszélünk? Tehát ez az általános iskolai éveid? Igen. Na most lehet azt mondani, mert én is tanultam zongorázni általános iskolában, sőt, még kórusunk is volt a zeneiskolában Budakeszin. Lehet azt mondani, hogy ez úgy kitart mondjuk 14 éves korig, amíg az ember elvégzi az általános, de utána lehet, hogy jobban szeret focizni, kosarazni, erre-arra menni. Hogyan folytatódott nála tovább? Maradtál a zenénél? Akkorra már ez eldőlt? Persze, hát már gyerekkoromban eldőlt. Jó van, na hát, oké, lehettél volna boxoló is, vagy mondom, igen, focista igen. is, hogyha, de maradtál zenén, és hogyan mentél tovább? Ugye amikor ilyen, nem is tudom, ilyen 16 éves voltam, akkor így elkezdtem érdeklődni így a pop zene iránt is, jazz, főleg a jazz. És tehát elkezdtem olyan dalokat is, vagy standardeket így zongorázgatni, és az akkori zongoratanárnőm az látta, hogy engem érdekel
ugye más vonal is. És hát ő tudott a Kőbányai Zenei Stúdióról, és akkor mondta, hogy hát, hogy el kéne dönteni lassan, hogy akkor maradok a klasszikus vonalon, mert akkor úgy kell készülni, ugye? Világos. Tehát az egy komoly tehát felkészülés. Vagy pedig, hogyha nem akarok maradni a klasszikus vonalon, akkor viszont lehet, hogy érdemes lenne e felé irányulni. Azt akartam mondani neked, hogyha neveket szeretnél mondani az utókornak, akik rád nagy hatással voltak, mondjuk ez a zongora tanárnéni, nyugodtan említs neveket, hadd tudja mindenki. Jó, Manfredi Anna Máriáról van szó. Egy nagyon meghatározó ember az én életemben. Tehát neki nagyon sok mindent köszönhetek. Egyrészt ezt is, hogy... És akkor mit válaszoltál erre a kérdésre, hogy akkor eldöntöttem tanárnő, akkor inkább megyek a könnyű műfaj felé? Hát nyilván hazamentem, és kicsit gondolkodtam, és a másnap mondtam a szüleimnek, hát, hogy én Pestre fogok járni iskolába. Tehát először kinevettek. Igen. Persze kísérjem, hogy ne. Jó van. Hogy ne, hogy ne, igen. És aztán látták, hogy tényleg komolyan gondolom, és hát így elkezdődött ez a dolog, tehát így elkezdtem én is gyakorolni. Felvételiztél? Igen. Felvettek? Igen, felvettek. Abban az évben én ugye jelentkeztem a Zeneakadémiára is, vagy felvételiztem, sajnos az nem sikerült, mert nem voltam úgy felkészülve ilyen jazz dolgokból. Kőbányára viszont felvettek, és hát életem legcsodálatosabb 4 évét töltöttem ott. És hogyha majd meghallgatsz más beszélgetéseket ebben a sorozatban, akkor rájössz, hogy mások is voltak ezzel, és itt mindig meg szoktam kérni a kőbányai résznél mindenkit, hogy mondjunk neveket, nem csak tanárokat, akik nagy hatással voltak rád, hanem például, hogy kikkel jártál egy évfolyamra, kikkel ismerkedtél meg ott, ugyanis ebből kirajzolódik egy generációnak a kapcsolati hálója. Kik jártak fölötted, alattad, tanárok, minden név érdekel. Tehát mikor én beléptem az iskolába, én azt se tudtam, hogy kik tanítanak ott, tehát nem tudtam, hogy ilyen legendák vagy hírességek tanítanak. Tehát ugye Erdélyből jöttem egy kis faluból, hát nyilván fogalmam sem volt, hogy ki kicsoda. Tehát, hogy így oda mentem, és igazából első nap volt egy ilyen nyílt, nem is nyílt nap, hanem hát egy ilyen zenekari bemutatkozás, igen, és hogy ott már valamiért a Halász János tanár úr is ugye ott tanított, hogy ki a Csálinál zongorázik, meg dalokat, tehát egy híres ember. Már ott ugye több mindenkit kellett lekísérni, és nem, a zongoristák valamiért nem akartak beülni, vagy nem mertek, és akkor valamiért engem küldtek már első nap, hogy Kardos úr, üljön be. És igazából így elindult ez a dolog. És ugye az én főtárgytanárom az a Fogarasi János volt, aki szintén egy legenda volt, sajnos már nincs köztünk. És hát tőle tanultam meg úgymond ezt a, hogy is mondjam, egy olyan harmónia világot mutatott meg nekem, ami addig számomra ismeretlen volt, és hát szerintem Magyarországon, hanem Európában, vagy világ, nem tudom, világszinten. Tehát egy nagyon különleges harmónia világgal dolgozott a Fogarasi János. Kicsit ilyen billevanszos, tehát egy ilyen nagyon akkordcentrikus. És hát igazából tőle tanultam szinte mindent. Már ilyen téren. Akkor ugye az általános iskolában kezdődött klasszikussal, akkor kijelenthetjük, hogy mondjuk Kőbánya meg egyértelműen a jazz irányába? Igen. Abszolút. És ott nem is került szóba a te korábbi, vagy nem is hasznosítottad a korábbi klasszikus tudásodat? Hát annyira más? Más, persze. Hát nem csak a jazz, ugye popzene, rockzene, tehát egy csomó műfajt megismertem ott az iskolában. És hát már nyilván más volt, mint a klasszikus. Tehát, hogy szerencsém volt, ugye a klasszikus zene szerintem mindennek az alapja, tehát, hogy egy zenésznek szerintem kell tanulni klasszikust ahhoz, hogy valamilyen szintet azért elérjen, most ilyen magasabb szintet. Tehát ez egy jó alap a klasszikus zene. És hát hál' Istennek, hogy nekem úgy sikerült. Hát gyakorolnom kéne nyilván többet, de szerencsés vagyok ilyen téren, hogy ez megvolt. A tanárok
közül említettél egyet-kettőt, de diáktársakra, vagy évfolyamtársakra, vagy közös zenéléseknél köttetett ismeretségekre is kíváncsi vagyok, hogy kik voltak akkoriban a környezetedben. Akiket mondjuk így ismerhetünk mostanság. Nem feltétlen azok, akik szerepeltek a sorozatban, hanem úgy általában, akik most a pop életben, zenekarokban erre-arra vannak. Hát felső évfolyamokban olyan nevek jártak, mint a Nagy Laci akár. Vagy... Gitano? Igen. Uh-huh. Gitano, vagy a kiveré mai napi muzsikálok, a Takács Donát, a Balog Lacika, ugye Dobos? Velem volt, mm-hmm. Igen, velem volt egy évfolyamban, akivel szintén a mai napig, tehát egy zenekar, de több zenekarban is ugye játszunk együtt. Tehát, hogy megmaradtak ilyen barátságok, és nem tudom, nem ilyen direkt módon, hanem ez így jött az évek alatt, hogy mi mindig együtt mozogtunk így zenekarokban, így hárman, legtöbbször ugye csak hárman, és hát a mai napig is együtt játszunk tényleg több zenekarban, úgyhogy tényleg ilyen mély barátságok köttettek ott a Kőbenyei Zenei Stúdióban. Egyébként a szakmai kapcsolatok építésére is jó ez? Abszolút, persze. Hát én tényleg mindent annak a Súlynak köszönhetek. Tehát, hogy ugye mi első héten már elkezdtünk egy zenekart összerakni, ahol ilyen feldolgozásokat játszottunk, filmzenéket. Tehát, hogy én ilyesmit nem csináltam, hogy leszedni dolgokat, vagy ilyen vonósokat, vagy fúvósokat, persze nekem ez nagyon új volt. Mármint, hogy eddig csak zongoristaként működtél. Így van. Avassuk be egy kicsit azt, aki nem feltétlen ért hozzá. Vannak, talán emlékezetem szerint, vannak ilyen osztott billentyűzetek, aminek az egyik része zongora hang, a másik a vonósok. Erre gondolsz? Két hangszeren, két kézzel? Hát két hangszeren is, de ugye meg lehet csinálni egy hangszerre, és fel lehet osztani a billentyűket. Tehát nekem ezek mind vadi új dolgok. Ilyet nem csináltam. Soha. Tehát az előtt. És akkor ilyenkor mi történik? Fú, hát nyilván egy jó darabig én áztam ezekkel a dolgokkal, hát meg ezt meg kellett tanulni, ugye hát kellett, rutinná kellett, hogy váljon, tehát kellett egy bizonyos idő ennek, de hát így szép lassan ugye belejön az ember, próbáltunk sokat, aztán így elkezdtünk járni, muzsikálni, és így elindult minden, tehát hogy így. Na azért nem úszod meg ennyivel, hát hogy amikor mondjuk elvégezted Kőbányán, amit el kellett végezned, és kijöttél a nagybetűs életbe, most már egy csomó papírod volt arról, hogy muzsikus is vagy, akkor hogyan ment tovább? Emlékszem, hogy utolsó nap még édesanyám is ott volt velem, oda mentünk a Pókágonhoz, mert ugye ő az igazgatója az Igen. iskolának, és kérdeztem tőle, hogy tanárom, most mi lesz? Igen? Hogy ugye végeztünk, hogy anyukám mondta, hogy jaj, nem tud valami munkát a gyereknek. Hát ugye, hát most nem tudtuk, hogy hogyan tovább. Világos. És akkor mondta, hogy hát a Norbikának mi nem kell tanítani, neki muzsikálni kell. És akkor végül is így, hát egy évig talán így, hát így muzsikálgatom, de annyira még nem. Volt valami pont, ahol ez átbillent? Egy koncert, valaki meglátott, felhívott valaki, nem tudom, valami, hát nem is azt mondom, izgalmas, mert az élet izgalmas úgy, ahogy van, hanem ahonnan ez így egy ilyen rajtot, boostot vett. Vagy csak szépen jöttek egymás után? Szépen így jöttek. Hát ugye már iskola közben is, tehát a Kőbenyei Suli közben is jöttek dolgok, tehát hogy az első ilyen popzenekar, ami ilyen híresebb volt, ugye még a Babos Gyuszi bácsi ajánlott be minket a Lacikával, meg a Donáttal együtt, az a Padödő zenekar volt. Tehát, na látod, ez a jó, hogy ilyenek kiderülnek. Igen, hogy az volt az első ilyen komolyabb, hogy úristen, hát mi megyünk majd turnézni, és tényleg volt turné, jártunk a nagy busszal, táncosok, és nagyon kedvesek voltak. És akkor meg kellett, kapták kottákat, hogy a Padödő dalokat tanuld meg, vagy hogy? Kottákat nem. Hanganyagot kaptunk. Ja, hangot, és akkor fülre. Le kellett írni, meg kellett tanulni. Próbáltunk, és akkor így jártunk ugye az országot. Ez volt az első ilyen nagyon nagy. Utána ugye én bekerültem az Éliás Gyulához, uh-huh. Hát vele szintén rengeteget muzsikáltunk, és valahogy így jött minden utána szép lassan. Mondjad még, hogy hol volt. Játszottál, kivel játszol, mert eljutunk a máig aztán lassan, igen, hogy igen, kik igen. Azok, akik környékén mozogsz. Hát annyit még tudni kell, hogy a suli után ugye volt egy évszünet, ahol így nem nagyon, hát csak így muzsikálgattam, de utána feljöttem a Zeneakadémiára, és azt elvégeztem. Hát de ezt ne intézd már elég mondattal, ne haragudj, hát mindjárt marha morcos leszek. Ott is voltak események, élmények. Persze. Beszéljük erről. Hát hogyne? Na.
Tehát, hogy akkor már azért kicsit jobban ment a jazz zene, ugye, tehát a Fogaras Jánostól rengeteget tanultam. És akkor simán föl is vettek? Föl, hál' Istennek, és az Olá Kálmához kerültem, hát tőle aztán, tehát ő, nem tudom, itthon nekem ő a top. Igen. Én nagyon szeretem, meg nagyon, nagyon jó ember is. De az ő, sokat tanultam tőle, csak valahogy aztán ugye pont mikor bekerültem abba az évbe, így tényleg elindult a karrier, tehát hogy ugye Király Viktorral megismerkedtem, akkor ő megnyerte a Megasztárt, akkor vele aztán lemezt csináltunk, kettőt, ugye együtt írtuk a lemezt, meg hangszereltük, meg minden, és akkor elindult így a nagyon nagy muzsikálás, meg járogatás, utána bekerültem ugye a Karamell zenekarba, akkor vele szintén elkezdtünk dolgozni lemezeken, meg ugye szintén rengeteg buli, és hát az egyetemet azt így félgőzzel tudtam sajnos csinálni, és a mai napig ilyen rossz lelkiismeret furdalásom van, vagy nem tudom milyen dolog ez, de hogy nem tudtam rendesen csinálni, és akkor így, hát végül is elvégeztem ugye az 5 évet, a mesterit is, de valahogy a jazztől így kicsit elkanyarodtam így a pop zene irányába igazából, és így ebben is maradtam. Nincs ezzel baj, mert ha ilyen alapokra... Tudnék, megmondom, miért erőltetem én ezt a neveket, meg miért mondunk el mindent. Mert amikor az egyszeri koncertlátogató elmegy egy padödő koncertre, akkor látja azokat, akik elől állnak. Uh-huh. Akik hátul állnak, és ülnek, azokat nem feltétlenül látják. Még el is mondják a neveket, de úgy nem marad meg az emberekben a session, vagy a koncertzenésznek feltétlenül a neve. Igen. Viszont ha majd most elmennek egy akár padődő, vagy bármilyen olyan koncertre, Király Viktor, ahol te ott fogsz ülni a zongoránál, akkor remélem lesz egy-két olyan kedves hallgató, aki azt fog mondani, hogy az a srác nem csak egy zongorista, hanem az a srác az elvégezte a Zeneakadémiát, és még kiokosodott, és az egy nagyon képzett zenész, aki egyébként ülhetne a, nem tudom én, a nem tudom ki mögött, hát a John Legend mögött is zongorázhatnál akár simán. De jó lenne. Szóval ezért fontos ez, ugyanis én sokat dolgoztam jazz témájú műsorokban is, és ott például a smooth jazz előadókat, szaxofonosokat mindig az a vád érte, hogy lift zenét játszanak. Uh-huh. És nem tudják, hogy mondjuk egy adott smooth jazz szaxofonos, az mondjuk 30 évig a Rod Stewartnak volt a koncert szaxofonosa, és ha őt meghallják a Rod Stewart mögött, azt mondják, hogy de jól játszik. Igen. Ha meg meghallják a lemezét, akkor azt mondják, hogy mi ez a lift zene. Tehát, hogy rakjuk helyre, hogy itt egy képzett muzsikus generáció van, akik a Modulátorok sorozatban is szerepelnek, akik ott vannak egy popzenekar mögött, de közben klasszikus tanultak 10 évig, megjártak Zeneakadémiára. Ezért mondom én, hogy ez fontos elmondani, de nem rólam szól a műsor, úgyhogy beszéljünk róla, tehát akkor beindult minden, eddig jó neveket mondtál, és eljutottál odáig, ezt csak azért mondom el, mert én teljesen odáig voltam a legutóbbi lemezettől, ahol csoda duettek vannak. Ott elég húzós nevek voltak azon a lemezen, arról egy pár szót ejtsünk már. Mert ahhoz gondolom kellettek a kreditek, hogy ennyi ember eljöjjön és énekeljen, játszon a lemezeden, nem? Hát gondolom, hogy azért ugye az évek alatt azért kialakult egy ilyen kapcsolatrendszer, amit így, hát így szépen így, ugye... Kapcsolati tőke. Igen, mondjuk így. Hát már rég terveztem saját anyagot, ugye sok mindenkivel dolgoztunk, tehát sok mindenkinek írtam dalt, vagy hangszeretem, vagy együtt írtunk dalt, tehát rengeteg lemez. De így saját anyag még nem, és mindig beszéltünk erről a srácokkal, és hogy igen, én is szeretnék, meg én is szeretnék. És aztán egy idő után így eljött ez a pillanat, hogy na jó, akkor most én akkor nekiülök, és akkor elkezdek egy saját anyagot összerakni. Az elén semmilyen koncepció nem volt. Ez jól indul a projekt. Igen, hogy most ez hogy lesz, vagy hát nem tudom. Írjunk dalokat, kb. Ez? Igen, de mindenképpen, tehát én nem úgy akartam írni dalokat, hogy most az most ilyen sláger legyen, vagy most rádióbarát, vagy nem tudom, vagy semmilyen ilyesmit nem akartam magam elé rakni, tehát hogy igazából leültem a zongorához, és így ami jött, tehát így a tényleg így belülről, mm-hmm. vagy úgy próbáltam, hogy ilyen dalok, tényleg dalokat, vagy próbáltam összerakni, és aztán így eszembe jutott, hogy tudom, az egyik balladánál, hogy jaj, de jó lenne, hogyha Szőkeni kiénekelné el. Hú, hát akkor fel kéne hívni. És akkor is felhívtam, hogy Niki, lenne egy lemezem, és hogy szeretném, hogyha szerepelnél rajta, hogy lenne kedves, hogy Norbika, ne viccelj, hát lenne. És akkor utána ugye kitaláltam, hogy jaj, de jó lenne, hogyha László Attila gitározna benne. Az is egy szép kredit, ha úgy tetszik. Ugye hát engem tanított a Zeneakadémián.
És eljött. Hát el, igen. Aztán ugye a másik dalát, Charlie-t hívtam föl, hát tehát először meg sem mertem szólni a telefonban. Hát persze nagyon izgultam meg. De hát ismertük már egymást. Mm-hmm. És hát nyilván ő is azt mondta, hogy hát hogy ne Normika. Aztán a Tátrai, ugye hát a Póka Egon, ő rengeteget segített. Most írtam eszembe, hogy még egy név, akit nem említett, a Let's Make Love-ban a Takács Nikolasz. Így van. Énekel veled, aki meg az új generációnak egy tagja. Tehát Charlie a nagy öregek a legendák közül, és a fiatal zseniális, mert szerintem a Nikolasz zseniális tehetségek közül. Tehát elég széles volt a skála. Innen hova tovább, mert ez egy elég all-star lemez. Hát nem tudom, hogy fog alakulni a jövő. Meglátjuk, hát tervezek ugye második lemezt is, de az, hogy milyen lesz, azt most még így nem tudom elmondani. Jó, rendben, még egy kicsit fogunk a jövőről beszélni a vége felé, még két kérdést érintenünk kell, ezek az egyik most jutott eszembe. Mégpedig az, hogy itt egyszer csak a pályát során, hogy ezzel zenéltem, azzal zenéltem, felmerült, hogy akkor ezt meg azt a dalt írtam. Emlékszel az első dalodra, ha nem is arra, amit otthon magadnak írtál, hanem amit valaki másnak, és abból, ha nem is sláger lett, de legalábbis bekerült a vérkeringésbe, mi volt az első? Hú, az első... És nem tudja, kedves hallgatók, de Kardos Norbi gondolkodik, időt próbál nyerni. Nem tudom, hogy talán 2006-2007 körül ugye a Éliás lemezre írtam egy dalt, és az volt az ilyen első, ami így lemezre került. Tehát az volt az akkor ilyen... emlékszel rá, jó van. Igen, ez volt az első olyan dal, amit tényleg én írtam, és vagy hát együtt dolgoztunk rajta, és így lemezre került, tehát ez volt az induló, úgymond, ilyen téren. És azoknak, akik nem böngésznek lemezborítókat, mert sajnos nincsenek lemezek, amin az ember böngészhetné az apró betűs részt, hogy ki van ott, azoknak van olyan, emlékszem, a Valla Attilával beszélgettem, aki mikor először írt szöveget a Charlie-nak, teljesen odáig volt meg vissza, hogy ő a Charlie-nak szöveget írhat. Nálad volt ilyen kompozíció, amit olyas valaki adott elő, amitől odáig voltál meg vissza? Hát nyilván a saját lemezemen a szereplők. És azon kívül? Volt persze, ugye Király Viktorral dolgoztam. Az első dal, vagyis nem tudom, az első lemezről az egyik dal, az például sláger, nagy sláger lett, több hónapig volt a top 1-en. Uh-huh. Úgyhogy ez elég jól sikerült. Ez is Kardos Norbi, kedves hallgatók, csak hogy tudjátok. Aztán ugye a Nikolásszal is dolgoztunk, az is sláger lett, ami az első dal, aki jött ugye a verse az X-faktor után. Igen. Tehát, hogy így szerencsém volt abban az időben, nem tudom, valahogy így olyan előadókkal dolgozni, akiket tényleg így tisztelek, meg szeretek, meg elismerek, meg szerintem igényes zenét csinálnak, vagy próbálkoznak. És hát én nagyon örültem, hogy engem fölkértek, vagy egyáltalán játszhattam velük, és pláne az, hogy dalokat is írhattam, vagy írhattunk együtt, az számomra egy csoda volt. Mostanság kikkel játszol együtt? Egy koncerten nemrég, még a felvétel előtt összefutottunk, ott a Nika mögött játszottál éppen, van más, vagy most így lehorgonyoztál, hogy telik ott Kardos Norbert koncert élete, vagy fellépés élete? Hát most egy picit visszakanyarodnék. Volt egy idő, amikor hát, hogy amikor fiatalabb voltam, most sem vagyok annyira idős, de hogy amikor indult ez az egész, ugye, tehát rengeteg mindenkivel zenéltem, és ezt így élveztem is, tehát, hogy ez nagyon jó volt, hogy hú, ezzel is játszom, azzal is, hú, de király, ennyi buli, annyi, tehát pénz is hát volt nyilván. Belőle, nyilván. Örültem neki, aztán ugye, tehát, hogy mostanában már hál' Istennek, vagy nem azt mondom, hogy hál' Istennek, de úgy próbálom csinálni, hogy most már nem ez a lényeg, hogy most én mindenkivel én zenéjek, hanem olyanokkal próbálok zenélni, akik tényleg nagyon közel állnak a szívemhez, vagy akár szerző is vagyok, vagy hangszerelő, vagy szimplán csak nagyon jó barátok vagyunk. Úgyhogy az egyik ugye a Veres Móni, őt már a Kőbányai suliba ismerkedtünk meg. A másik a Nikolász, ugye, akivel zenélek, szintén Kőbányán. Ez fontos. Igen. A Karamellnél vagyok, hát ővel is már 14 éve nyomjuk együtt. Félszavakból is megértitek egymást, ahogy persze. Szoktak fogalmazni. Igen, hát azért számít ez. Hogy... Hát hogyne, hát kell, hogy a vibe, a közös hullámhossz meg legyen, különben művészetben nem
működik a dolog, hogyha nem passzoltok össze, mint ahogy a párkapcsolatokban is kell a vibe. Van még egy ilyen tematikus része a beszélgetésnek, amit mindenkivel érintettem, hiszen ez a felvétel 2021 végén készül, már majdnem december van, amikor éppen a ki tudja hanyadik Covid hullámnál tartunk, de én az elsőhöz térnék vissza, ami úgy mindent elvágott tavaly márciusban, amikor mindent le is bezártak, és a kérdés hozzád is az, mint másokhoz, hogy élted ezt meg az alkotó munkádban, netán segített, letisztultál, letargiába estél, kétségbe estél, mire emlékszel vissza? Hát ugye még pont előtte volt egy arénás koncertünk a Karamellel, és utána rá egy hétre történt ez a nagy lezárás. Hát először nyilván nem tudtuk, hogy miről van szó, én legalábbis, hogy hát oké, nem tudom, hogy mi ez. Koncertek kilőve. Igen, hogy jó, két hétig tart majd, vagy nem tudom. Tehát, hogy aztán ugye sajnos így kiderült, hogy miről is van szó. Az első két hónapot azt még élveztem is, bevallom őszintén, hogy, nem, hogy otthon kell ülni. Nem, hogy az egyetlen. Tehát, hogy otthon ültem, pihentem, sportoltam, nem tudom, így el voltam magammal. És mondjuk a komponálást segíti, vagy akkor csak így kiürült belőled az a sok minden, vagy tudtál, meg ihletet, írtál dalt? Nem. Nem? Azt mondom, hogy két hónapig semmit. Tehát, hogy így, tényleg így el voltam, ugye, hát én most már egy jó ideje, 4 éve talán a Kőbányai Zenei Stúdióban tanítok, tehát hogy igen, online ugye történtek ezek a sztorik, hogy próbáltunk tanítani online, hát elég nehezen ment, de azért valahogy megoldottuk a feladatot. Ennyi dolgom volt, hogy online ugye az órákat egy próbáltuk megtartani, de azon kívül én semmit, tehát nem csináltam tényleg semmit. Aztán így eltelt 2 hónap, és rájöttem, hogy hú, hát itt nincs buli. Most akkor mi van? Mi történik? Aztán így próbálkoztam, ugye zenéket írni, leültem, nem ment, aztán kicsit ilyen depressziósá váltam szerintem, és így elment a kedvem, megmondom őszintén, így a magától a zenéléstől, vagy a zongorázástól egy kicsit, így nem tudom, így hát nyomasztott ez a dolog. Hát és a mai napig nyilván nyomasz, mert... Igen? De hát vissza tudtatok térni, azért most november van, itt nyáron, meg tavaly nyáron is ugye minden feloldottak, és mentek a bulik, mentek a koncertek, tehát lehetett visszaszerezni abból az energiából, amit ugye egy művész a közönségtől szívesen átvesz, szóval annyira nem gáz a helyzet, vagy akkor te még benned, még benned van? Nem azt mondom, hogy ez a depresszió bennem aha van, de azért egy kicsit így fél vagy bizonytalanság? Igen, inkább ezt mondanám, hogy bizonytalanság. Hát nem tudom, csak reménykedni tudunk ebben, hogy talán egyszer vége lesz ugye ennek az egésznek, és reméljük, hogy sok embert nem fog érteni, vagy hogy így egészségesek lesznek, ugye, vagy eltüntetik ezt az egész dolgot, ezt a vírust valahogy. És visszaáll minden. Igen. Többé-kevésbé. Hát, hogy azért tervezni kell szerintem előre, tehát nem szabad abbahagyni semmilyen ilyen dolgot. Vagy, na látod, pont erre akartam a végén rákérdezni, mert ez is a tematika része, hogy próbáljunk egy kicsit belenézni a jövőbe, bár ezt elég nehéz. Itt az ember 2-3 hónapra előre se tudja, hogy mi lesz. Igen. Most sem lehet tudni november végén, hogy lesz-e karácsonyunk vagy szilveszterünk. De hogy mégis, hogyha minden lehetőség adott lenne, tehát egy ilyen szabad világban vírus nélkül élhetnénk, akkor most koncert, lemez, session zenészkedés, komponálás, tanítás, azért van itt mit csinálnod? Mi a főcsapás irány? Mi lenne a főcsapás irány? A főcsapás irány az most nekem ugye hát, saját koncertre készülés, tehát hogy kottákat írni kell, hangszerelni kell otthon, tehát én most így nekiállok ennek, aztán tehát így tervezek, reménykedek, reméljük, hogy tényleg jó felé megy ez a dolog. Szerintem azért tervezni kell, nem szabad csüggenni, nyilván nagyon nehéz a helyzet, mert hát sajnos tényleg nehéz. De azért menni kell előre, ahogy csak lehet. Megengedsz egy bónusz kérdést, erre még pont van egy kis időnk. Ugye visszakerültél Kőbányára tanítani, érdekelnének abszolút az érzéseid így a végén. Tehát odaértál iskolába, ott voltak a legendák, a Halász Jánostól kezdve az összes, több Póka Egon, sajnos már nincs köztünk, igen, mikor már ez elkészül. Ki hívott vissza, hogy kerültél vissza, és milyen érzés volt átülni a másik oldalra? Hát ugye én nem tanítottam előtte, talán 1 évig tanítottam egy tánciskolába kötelező zongorát.
Tehát így nem is volt terve ez a tanítás, én elvoltam, tök jó elvoltam. Magadba? Igen, hogy így zenélgettem, stb. De aztán egy nap csörgött a telefonom, ugye a Pókágon hívott, hogy... Ő maga? Igen, hogy szia kicsikém. Így? Mindenkit, tehát így hívott. Hogy akkor jönni kellene tanítani, hogy rád gondoltam, micsoda, hogy én. Persze, de tehát tanár úr, hát én sose tanítottam. Nem baj, jó lesz, majd kialakul, ne félj semmit. És akkor bementem az iskolába, megbeszéltük, és akkor így ott ragadtam. Hát nyilván furcsa érzés volt ott tanítani, ráadásul, ahol ugye engem, tehát a régi tanárom ült abban annál az asztalnál, vagy akár a zongoránál, elég furcsa érzés volt, de viszont jó érzés volt. Most van olyan a tanítványaid között, aki esetleg már most, akinek a neve mondhat valamit, aki fiatalon elkezdte? Vagy még olyan kezdő tehetségeket tanítasz, akiknek neve majd csak később lesz? Nem tudom, elindultak tehetségkutatóban, játszanak valamelyik friss hip-hop zenekarban, bármi. Tehát van olyan tanítvány most Kőbányán, a te látókörödben, akinek most így kimondjuk a nevét ebben a podcastben, és esetleg ismerős lehet? Hát, van, nincs. Van egy-kettő, például a Gerendás Hannát tudom megemlíteni, aki most egy nagyon fiatal szárnyait bontogató zongorista, nagyon ügyes, vagy akár járt hozzám a Kovács Felicián, aki ugye már is session zenészkedik, vagy akár a Fésűs Ádámot tudom mondani, ő is járt hozzám egy-két évig, ő is szintén játszik pár zenekarban már. És hát vannak még azért mostan is, ugye, akik így járnak hozzám, de vannak, hál' Istennek, tehetsége. Ez jó, ez jó. Igen, ez egy jó zenész, jó. Zenés nemzet, ez a magyar, sok ügyes fiatal van. Így van. Nyilván arról lehetne elmélkedni, hogyha a nagy piacra születnek, mondjuk a nagy lábvíz túloldalára, akkor mi lehet, de szerintem jó nekünk itt ez így. Nagyon sok olyannal beszéltem ebben a sorozatban, akik mind így gondolkodnak, tökéletesen kerek eddig az életük, és kereknek tervezik a folytatást is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és mindezt megosztottad velünk, egy abszolút, remélem a kedves hallgatók egyetértenek velem abban, hogy egy abszolút pozitív, nagy tudású, de akkor szerény olyan muzsikust ismerhettek meg Kardos Norbi személyében, aki korszakváltó muzsikus, ahogy a mi jelszavunk szól, és a jazz és a pop határán mozog abszolút. Úgyhogy jó egészséget kívánok neked a folytatáshoz, aztán ki tudja, hogy milyen podcast sorozatban, hol és hogyan találkozunk legközelebb. Én is nagyon köszönöm a meghívást. Én azt javaslom a kedves hallgatóknak, hogy bár ez egy véges számú podcast sorozat, tehát csak 20 plusz egy epizód készül belőle, de ha még valaki nem iratkozott fel, akkor tegye meg, illetve keresse vissza a régebbi beszélgetéseket, mert ott is érdekeseket mondanak azok, akiket annó kérdeztem. Köszönöm, hogy hallgattatok minket, sziasztok! Modulátorok.